Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Digitális oktatás februárig meghosszabbítva, az érettségizőkért aggódnak a tanárok. Földrengés rongálta meg az épületet, le kellett zárni a Dunaföldvári katolikus templomot. Gombás betegségek, rovarok, károkozók, nem kedvez a növényeknek az eddigi enyhe tél. Újévi fogadalmak, gyakran fulladnak kudarcba az óévben megfogalmazott célok. Január 8-án jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy maradnak a korlátozó intézkedések, így a középiskolások sem térhetnek vissza a tantermekbe. Bár az általunk megkérdezett oktatók azt mondják, a digitális oktatáshoz is hozzá lehet szokni. A hatékonyság azonban nem azonos a tanteremben zajló tanítással. Ez főként az érettségi előtt álló diákokat érinti hátrányosan. 80 ezer főre elegendő vakcina érkezett eddig az országba. Ez kevés. Ezért az operatív törzs úgy döntött, hogy a fennálló intézkedéseket, amelyek az életünket korlátozzák, azokat február 1-ig meghosszabbítjuk. Január elején jelentette be Orbán Viktor, hogy maradnak a korlátozó intézkedések. Ezek között az egyik sok embert érintő szabály a digitális oktatás fenntartása. Így a középiskolások sem térhetnek vissza a tantermekbe. Tehát egy hidroxil csoportot teszek egy hidrogén helyére. Zajlik a 10. D-osztály kémia órája a Szekszárdi Garai János gimnáziumban számítógépen keresztül. Kovács Attila tanár úgynevezett digitalizált táblán magyarázza el a képleteket. Hónapok óta így tanulják ezt a tantárgyat is a gimnazisták. A tanár azt mondja, minden információt át tud így is adni a tanulóknak, kísérleteket azonban kevesebbet végez, és az oktatás hatékonysága sem azonos a tanteremben zajló óráéval. Ez így nem a legtökéletesebb, tehát lehet tanítani. Az eredményeket tekintve, hogyha dolgozatot íratok vagy feleltetek, azok természetesen jobbak, mert diákok. Én is voltam diák, tudom, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, tehát ezek én úgy gondolom, hogy nem korrekt jegyek, nem teljes mértékben. A gimnázium igazgatója azt mondja, a digitális oktatás náluk gördülékenyen zajlik, a testnevelés kivételével minden órát megtartanak. Ám azt elismerte, hogy az oktatás minősége nem ugyanaz, mintha minden résztvevő fizikailag is jelen lenne a tantermekben. Ez különösen az érettségi előtt állók számára okoz hátrányt. A diákok 90%-a felvételi vizsgán vesz majd részt 12. évfolyamot, követően emelt szintű érettségit tesz, ugye valamennyi diákunk középszinten is érettségizik, tehát ez nagyon-nagyon fontos volt. A Bátaszéki II. Géza gimnáziumban is várták már, hogy január 11-től újra megteljen élettel az iskola épülete. Megmondom őszintén, mi nagyon reménykedtünk abban, hogy most januárban már vissza tud állni a tantermi oktatás, legalább a végzősöknél, hiszen náluk ez a legkritikusabb, hiszen ők már a finishben, a célegyenesben vannak. Az igazgató elmondta, nagyon bízik benne, hogy február 1-ével visszatérhetnek a tantermi oktatásra. Minden diák számára fontos a közvetlen diák-tanár kapcsolat, de mint itt is fogalmaztak, most az érettségi előtt álló tanulóknak van a legnagyobb szüksége rá. Hétfőre viradóra 1419 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, ezzel 343.656 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 77 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 10.725 főre emelkedett. 5.065 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen. Tolna megyében a járvány kezdete óta már 7.158-an kapták el igazolhatóan a vírust. Vasárnap 57 újabb esetet regisztráltak az országnak ezen a részén. Egy helyre centralizálódott a közétkeztetés Dombováron. A régi MÁV étkezde felújított épületében folyik tovább a központi főzés, ahol jelenleg 1400 adag ételt készítenek naponta. A pályázati feltételek között szerepelt az is, hogy nem csak a konyharészt, de a felső szinten lévő 270 négyzetméteres rendezvénytermet is felújítja a nyertes szolgáltató. Ennek átadása június 31-ére várható. Már csak a kiszállításra vár az az 1400 adag étel, amit Dombóvár megújult központi konyhájában készítettek el az iskolás és óvodás gyerekek, valamint a tanárok és más intézményi dolgozók részére.
A dombóvári önkormányzat több éve készült arra, hogy centralizálják a város közétkeztetését. Mi azt gondoljuk, ez egy nagyon racionális döntés volt, hiszen Dombováron 4 helyen folyt a főzés. 4 helyen főzték azt az 1400 adagot, amelyet lefőznek ma itt most egy helyen. Ezek a konyháink sajnos nagyon elavultak voltak, rengeteg pénzt kellett volna költeni arra, hogy ilyen állapotokat lássunk, mint itt jelen esetben van. Ezzel nem csak ezt a problémát oldották meg, hanem a régi MÁV étkezde épületét is megmentették az enyészettől, ugyanis itt került sor a központi konyha kialakítására. A pályázatot megnyerő kivitelező vállalt feladata nem csak az ellátás üzemeltetése volt, hanem az épület belső felújítása és a konyha kialakítása is. Jelenleg 1400 adag ételt készítenek, de akár a duplájára is képes lenne a modern főzőhelyiség. Az étel minőségének emelkedésével nem növekedett az ellátás ára, így a szülők ugyanannyit fizetnek a gyermekek élelmezésére. Ez az összeg, amit fizet a szülő egy háromszori étkezésért, az a teljes szolgáltatási díjnak csak egy része, mert ebbe a másik fejét az önkormányzat az bepótolja, tehát nem 500 forint egy napi étkezés, hanem csak 500 forintot fizet a szülő. A pályázat szerint az épület felső szintjén lévő 270 négyzetméteres rendezvényterem felújítását is vállalta a szolgáltató cég. Ez körülbelül 150 ember befogadására lesz alkalmas. A kivitelezést június 30-áig kell befejezniük. Több balesetet is okozott a vasárnap kezdődött és hétfőn is folytatódó havazás Tolna megyében. A múlt hét utolsó napján betonoszlopnak csapódott egy autó, miután megcsúszott a havas úton Aparhanton. A kocsi az ütközést követően egy árokba borult. A balesethez a bonyhádi tűzoltókat riasztották. Ugyancsak vasárnap a 6-os úton fél órán belül két autó is árokba csúszott. Az esetekhez a szekszárdi hivatásos tűzoltók vonultak. Hétfőn Kéty és Hőgyész között a 65-ös úton traktor és személyautó ütközött össze. Nem sokkal később pedig Kakasd belterületén csúszott egymásnak két autó, a balesetben senki sem sérült meg súlyosan. Hamis rendszámmal, jogosítvány és kötelező felelősségbiztosítás nélkül vezetett autót egy férfi Fürgeden. A rendőrök egy rutin igazoltatás során állították meg, ekkor derült ki, hogy a kocsi azonosítója nem eredeti, és hogy érvényes vezetői engedélye sincs, mert azt nem régen bevonta a rendőrség. A sofőr a több szabályszegés elkövetése miatt akár hosszú évekre is börtönbe mehet. A kollégáim a fiatalt elfogták, gyanúsítottként hallgatták ki egyedi azonosító jellel visszaélés büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Továbbá a szekszárdi rendőrök a 20 éves fürgedi férfival szemben számos szabálysértési feljelentést is tettek az általa elkövetett szabályszegések miatt. Kiemelten ellenőrzik az adóhatóság munkatársai ezen a héten a piacokat Tolna megyében. Az ellenőrök elsősorban a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét vizsgálják majd. Revizorok elsősorban Szekszárdon, Bonyhádon, Pakson, Dunaföldváron és Tamásiban lehet számítani. A Nemzeti Adó és Vámhivatal idén is elkészíti a személyi jövedelemadó bevallási tervezeteket, amiket március 15-től érhetnek el az adózók a NAV ESZIA oldalán. Akik a hivatal segítsége nélkül maguk szeretnék elkészíteni bevallásokat, azok már most hozzáférnek a 20 ESZIA bevallási nyomtatványhoz, a kitöltéséhez szükséges webes felülethez és a hagyományos általános nyomtatvány kitöltő programhoz. Az elkészített bevallások leggyorsabban elektronikusan küldhetők be, azonban a NAV felülete akkor is alkalmas a bevallás kitöltésére, ha valaki nem az ügyfélkapun nyújtja be azt, hanem hagyományos módon kinyomtatva papíron. Az ESZIA bevallásnak és befizetésének határideje egységesen mindenki számára 2021. május 20-a. Megrongálódott a horvátországi földrengések során a dunaföldvári Szent Anna Ferences templom. Hatalmas repedések keletkeztek a boltíven, és balesetveszélyes vakolatdarabok hullottak a padokra. A baleset idején nem volt szentmise az épületben, a plébános Covid betegsége miatt így személyi sérülés nem történt. A helyiek által Barátok templomának nevezett épületet bezárták, a szentmiséket az öreg templomban tartják. Hatalmas repedések a boltíven, a padok fölötti mennyezetről balesetveszélyes lehult vakolatdarabok összegyűjtve egy halomba. Ez a látvány fogadott minket, ugyanis ekkora kárt tett Dunaföldváron a Szent Anna Ferences templomban a horvátországi földrengés utórengése, melyet Magyarországon is több településen észleltek.
A Pécsi megyés püspökség jelzése alapján mintegy 15 templom rongálódott meg. Személyi sérülés nem történt, mivel ebben az időszakban Dunaföldváron nem volt mise a plébános COVID betegsége miatt. A károkat akkor észlelték, mikor fertőtleníteni kezdték a templomot. A helyiek által Barátok templomának nevezett épületet most bezárták. A földrengésnek a észlelt hatása volt, hogy a padok fölött két helyen is leestek vakolatdarabok, illetve egy nagy repedés keletkezett a boltívnél, és azért, hogy nehogy esetleg újabb vakolatdarabok essenek hívekre, ezzel be kell zárnunk, és intézkedéseket kellett tennünk ebben a helyzetben abban is, hogy értesítettük a biztosítót, a püspökséget. A Barátok temploma 10 évvel ezelőtt esett át egy nagyobb külső homlokzat és tetőszerkezet felújításon. A 300 éves épületben 1934-ben volt utoljára belső renoválás, ennek lassan már 100 éve. Több hosszanti, valamint vízszintes és függőleges irányú repedések voltak eddig is az épületen, melynek állapota most a földrengés miatt tovább romlott. Mindez kihatással van a templom belső biztonságára. A balesetek megelőzése érdekében Dunaföldváron a templomot bezárták, a szent miséket az öreg templomban tartják. Szerdától emelkednek a hazai üzemanyagárak. A hét közepén a benzin átlagára bruttó 7 forinttal nő. A gázolaj esetében az emelés mértéke várhatóan bruttó 3 forint lesz. A 95-ös benzin így átlagosan 377 forintba kerül majd literenként, a gázolaj pedig 369 forintba. Nem valószínű, hogy gond lesz a biológiai nyugalomban lévő növényekkel, és kevesebb termés lenne az enyhe tél és a beköszöntő fagyok miatt, ezt mondta stábunknak a Tolna megyei kormányhivatal szakértője. A rovarok, gombák, kártevők azonban évek óta áttelelnek a szokatlan időjárást kihasználva, ami viszont komoly gondot okozhat a szőlősgazdáknak, gyümölcstermesztőknek, sok költséggel jár majd idén az ellenük való védekezés. Ellepték az internetet az elmúlt napokban, rügyező orgonát, kinyílt virágokat bemutató képek. Több hozzászóló fejezte ki a béli véleményét, hogy az enyhe tél nem természetes dolog. Szép és jó, hogy jó idő van, de mindennek megvan a maga ideje, ez nem egészséges, fogalmazott az egyik csoport tagja. Viszonylag enyhe januárok után legtöbbször a megszokottnál még melegebb februárok következtek az elmúlt években, amit sokszor nagy tavaszi fagyok követtek. Emiatt termett kevesebb gyümölcs és szőlő az elmúlt években. Ezt mondja a szekszárdi meteorológiai adatokat gyűjtő Kővári László. Az amatőr agrármeteorológus adatai szerint Szekszárdon és környékén a november, december és január is melegebb volt fél 1 Celsius fokkal, mint a korábbi években. Én azt várom, hogy a hónap második felében egy lehűlés lesz, ami átlagosra visszahozza a hőmérsékletet, és két irányban igazából, ami bizonytalan, hogy a február ezek után hidegebb lesz-e, vagy egy átlagos hőmérsékletű. Gabi Géza növényvédelmi szakmérnök, a Tolna megyei kormányhivatal agrárügyi főosztályának szakembere is megerősítette. Egyelőre nincs nagy gond a szőlőkben, gyümölcsösökben. A rügyfakadás nem indult még el. Minden növénynek, a gyümölcsfajokat főleg tekintve, kell egy hideg hatás. Nem túl hideg egyébként, a 0 és 7 fok közötti hideg hatáson kell átesni ahhoz, hogy megfelelő legyen később a virágzás. Ez a kényszer nyugalmi időszak előtt, a mély nyugalom időszaka, ez most tulajdonképpen ilyen január 20-a körül jár le a növényeknél, tehát még benne vagyunk a mély nyugalomban, különösebb gond nincs. Az enyhe tél miatt, amit a varjak és a seregélyek szokatlanul magas száma is jelez, azonban a rovarok, gombák, kártevők kitűnően áttelelnek, és ezek sok kellemetlenséget okozhatnak az év során, mondja a szakember. Szőlő esetében liszthanat, peronoszpóra nagyon jó áttelelnek, gyümölcsfáknál is a gombabetegségek. Tehát korábban indul a felmelegedés miatt az időjárástól a vegetáció. Ez azt jelenti, hogy sokkal hosszabb és erősebb járványok vannak gombabetegség tekintetében. Az előrejelzés szerint folytatódik a télies időjárás. A következő napokban havazás, havas eső és esetenként -10-13 fok is jöhet. Kudarcba fulladnak újévi fogadalmaink, szakemberek szerint nehéz az évek óta tartó rossz szokásainktól megszabadulni, ezért fontos, hogy környezetünk is támogasson céljaink elérésében, illetve elengedhetetlen a fokozatosság és a tudatosság. Kertész Ágnes pszichiáter szerint tervezés nélkül borítékolható az eredménytelenség.
Új év alkalmával sokan tesznek fogadalmat, legtöbbször arra, hogy felhagynak a rossz szokásokkal, és egészségesebben étkeznek, többet mozognak. Azonban gyakran pár hét elteltével elmúlik az ambíció. Szakemberek szerint elsősorban a fokozatosság hiánya, ami miatt kudarcba fulladhatnak újévi terveink. 20 tor. Ebből nyugodtan, ha megy, akkor mehet 16. Kenyrát Henrietta, a szexárdi edző azt mondja, 10 emberből 9 már egy hónap után feladja. Ahhoz, hogy az utóbbit elkerüljük, elsősorban ne távlati célokban gondolkodjunk. Nagyon sokszor halljuk, a csapból is ez folyik, hogy az étkezés a 70%-a. Tehát valaki eljöhet edzeni, és hetente 5-ször edzhet, hogyha nem úgy étkezik, hogy az megfelelő mennyiségű tápanyagokat vigyen be a szervezetébe. De ha már elhagyja a fehérlisztet, elhagyja a cukrot, és rostokat eszik, akkor már egy lépéssel közelebb van, illetve a napi 5-szöri étkezést, azt nem győzem hangsúlyozni. Kertész Ágnes pszichiáter szerint nagyon nehéz az évtizedek óta berögzült rossz szokásoktól hirtelen megszabadulni. Tudatosan kell készülnünk azokra, és fontos, hogy a minket körülvevők is támogatást nyújtsanak. Talán a legfontosabb a tervezés, hogy egy végig gondolt, előre tervezett, és nagyon gyakran fokozatosan bevezetett fogadalom betartásra van szükség, hiszen a rossz szokásainkat nagyon-nagyon nehéz elengedni. Az is nagyon fontos, hogy ne valamiről lemondjunk, hanem hozzátegyünk valamit. A pszichiáter azt mondja, gondoljuk át, mi az, ami szükséges ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, és érdemes naplót is vezetni a részeredményeinkről. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Terveket készít Pécs az EU-s pályázatokhoz. Az alpolgármester szerint ezek kellenek a források elnyeréséhez. Két keréken, korszerűbb kerékpárutat építenek a Balatonnál. 43 ingatlant védenek a vízkároktól, új csapadékvízelvezető rendszer épült Bogárdon. Fejlesztési terveket készít a pécsi önkormányzat nem városi stratégiát, tudtuk meg a gazdasági ügyekért felelős alpolgármestertől. Ruzsa Csabát azután kerestük meg, hogy az ellenzéki oldal szerint stratégia hiányában nem jut majd Európai Uniós fejlesztési forrásokhoz a Baranyai megyeszékhely. Az alpolgármester pénteken tudta fogadni stábunkat. Szerint a 2021-től indult új 7 éves pénzügyi ciklusban más feltételekkel lehet pályázni. Ez kellenek a konkrét tervek. A városfejlesztési stratégia pedig maga a polgármesteri program, ami tartalmazza az elképzeléseket. Másképpen kell pályázni a 2021 és 2027 közötti uniós forrásokra, mint az előző ciklusban, mondja a pécsi alpolgármester. Ruzsa Csaba szerint nem elég leírni egy sorba, mit akar fejleszteni, építeni a város. A tervek kellenek, tehát még ha van is egy stratégiánk, és minden egyes része megvan, és ezért kellett nekünk már tavaly, szeptember-augusztusban elindítani ezeket a szakmai előkészítéseket a mérnökökkel, konkrét, jóval előre haladottabb, kvázi nem az, hogy tenderterv, de megvalósíthatósági tanulmányi szintű anyagok kellenek, és ezeknek az előkészítése folyik. Tehát valószínű az lesz, hogy amikor mi már elkezdtünk dolgozni ezen, és közben jön hozzá az operatív kiírás, akkor össze fog érni valamikor, az azt gondolom, hogy az év közepére a kettő, és addigra a kiírások is megjelennek. Ebből lehetett az a félreértés az ellenzéki oldalon, hogy nincs fejlesztési stratégiája Pécsnek, és ezért nem jut majd EU-s forrásokhoz, mondja az alpolgármester. A pályázatoknál a gazdaságfejlesztési programok élveznek elsőbséget, ezen több mindent értenek a városházán. Csarnoképítést érteni, fogunk olyan felmérést csinálni, amely a helyi cégek igényeivel kapcsolatos felmérésekre alapul, a helyi termelő igények felmérése, tehát megvizsgáljuk, hogy ez a vásárcsarnokkal kapcsolatos termelőigények hogyan tudnak beépülni további lépésekbe. Vizsgálni fogjuk azt, hogy hogyan tudjuk a helyi kis cégeket támogatni. Tehát például az informatikai cégek fejlesztései. De a városrészek fejlesztését is szeretnék, vagy éppen turisztikai újdonságokat is, ami vonzóbbá teheti majd a Baranyai megyeszékhelyt, mondja Ruzsa Csaba. Szerint a polgármesteri program a fejlesztések alapja, amiből vannak olyan elemek, amiket támogat az EU megvalósításban, van, amit más forrásból kell megoldaniuk. Ezért most kidolgozzák a terveket, amit márciusban juttatnak el a kormányzathoz.
Balaton akaratjától Balaton lellé korszerűsítik, illetve új szakaszokkal bővítik a balatoni bringa körutat mintegy 1,3 milliárd forint értékben. A munkálatok egy részét már tavaly befejezték, idén pedig folytatódnak az építkezések. Zamárdiban több mint egy, Balaton öszödön pedig 2 kilométerrel bővült a kiépített kerékpáros szakasz. Hosszú évek óta húzódott a zamárdi kerékpárút kivitelezése. Ennek ellenére megérte várni, hiszen a bringa út fejlesztésével újabb turisztikai attrakcióval gazdagodik a település. Gyakorlatilag, ami Zamárdit érinti, mint egy kilométer hosszan valósul meg itt az épített szakasz, és ami talán a leglényegesebb az az, hogy a nagyon balesetveszélyes útszakaszon, tehát ugye a kempingek előtt, ti részről beszélek, ott ugye az úttestről a kempingek és az úttest közé viszi a kerékpárutat ez a megvalósuló beruházás. Balaton őszödnél is új útvonalon tekerhetnek majd a bringások, hiszen a 7-es főút mellől átkerült a bringa út egy jóval kisebb forgalmú utcába. A teljes Balaton őszödi szakasz megújult. Ennek a nagy része ugye a bringa körút részeként került megépítésre, de vannak olyan szakaszok, illetve hát pontosabban az összes szakasz olyan, amelyik közútként is funkcionál, csak úgynevezett kerékpáros barát közút. Kerékpársávok lesznek kijelölve az úton, és gyakorlatilag ahol állunk, ez egy valamennyire pormentesített utca volt, de itt egy teljesen új utcát épített ki a kivitelező, és itt lesz kijelölve majd a kerékpárút. Nyárig dolgoznak majd a kivitelezők a balatoni bringakör egyes déli parti részein. Összesen 1,3 milliárd forintból számos építési engedélyköteles szakasz újul meg. Balaton akaratja, Balaton világos, Siófok, Zamárdi, Szántód, Balaton szárszó, Balaton őszöd, Balaton lelle településeket érintve, így a balatoni bringakör korszerűsítése Balaton akaratjától Balaton lelléig készül el. Több mint 47 millió forintból épült egy 800 méter hosszú csapadékvízelvezető rendszer a Baranya megyei Bogádon. A beruházása a Baranya megyei önkormányzat támogatásával toppos forrásból valósulhatott meg. Ezzel a fejlesztéssel egy évtizedek óta fennálló probléma oldódott meg, mondta a polgármester. Pfeffer József kiemelte, mostantól 43 ingatlant védhetnek meg ilyen formában a vízkároktól. Hosszú évtizedek óta probléma a csapadékvíz elvezetése Bogádon. A baranyai településen vannak olyan részek, ahol belvízzel is küzdenek. Erre készítettek terveket és nyújtottak be egy pályázatot a terület és település fejlesztési operatív programban. A projekt keretében a csapadékvíz elvezető árkot szilárd burkolattal látták el, ami több mint bruttó 47 millió forintba került. Még 2020. január 16-án adták át a munkaterületet, június elején pedig már el is készültek a fejlesztéssel. A pályázatba beletartozik egy szemléletformáló elem is, amiben a településen élő gyerekeket is bevonták. Az általános iskola bevonásával, a diákok bevonásával egy rajzversenyt tartottunk, minden osztály saját keretein belül elkészítette ezeket a munkákat. A témakör a csapadékvíz elvezetés, a csapadékvíz fontossága, ennek a megőrzése, újrahasznosítása volt, egy kicsit már kapcsolódik a fenntarthatóság témaköréhez is, és nagyon ötletes, ügyes alkotások érkeztek. Egy szemléletformáló kiadvány készült. Ebben a füzetben szerepelnek a rajzok, valamint a projektet bemutató adatok. A beruházás során fontos volt, hogy minél több ingatlant megúvjanak a vízkároktól. A 800 méter hosszan kiépült rendszer most 43 ingatlant véd. A program a Baranya megyei önkormányzat támogatásával valósult meg. Őri László elnök elmondta, a most záruló nagy fejlesztési ciklusban összesen 21 ilyen jellegű projekt kapott támogatást, így 1,2 milliárd forint értékben épültek ki csapadékvíz elvezető rendszerek Baranyában. Még a most záruló fejlesztési időszak maradvány kerete terhére egy reményeink szerint 5 milliárd forintos nagyságrendű új csapadékvíz elvezetésére, ennek képítésére irányuló pályázat kiírására volt lehetőségünk. Ezekben a hetekben is, január végéig lehet beadni ezeket a pályázatokat. Ennek keretében az 5000 fő alatti települések 100 millió, míg az 5000 fő feletti városok 500 millió forintos keretösszegig pályázhatnak. Egész Baranyából várják az erre vonatkozó tervezeteket a megye településeinek vezetőitől. Végül mutatjuk újra röviden a Tolna megye legfontosabb híreit. Digitális oktatás februárig meghosszabbítva, az érettségizőkért aggódnak a tanárok. Földrengés rongálta meg az épületet, le kellett zárni a Dunaföldvári katolikus templomot.
Gombás betegségek, rovarok, károkozók, nem kedvez a növényeknek az eddigi enyhe tél. Újévi fogadalmak, gyakran fulladnak kudarcba az óévben megfogalmazott célok. Kedden reggel még lehet hószálingozás, de kelet felé távozik a csapadék és vékonyodik a felhőtakaró. Délután napsütés is előfordulhat, csak kevéssel fagypont fölé emelkedik a hőmérséklet. A ködös felhős tájakon egész nap megmaradhat a fagy. Estére vastagodik a felhőtakaró, majd borongós időben hószálingozások, hajnalban tartósabb havazás várható a térségben. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!